Zsarai fia című szám, mely a Rammsteinnak a szerzeménye, és hát azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudják a Führer nyelvét olyan hatékonyan és olyan meggyőzően alkalmazni, mint maga a Rammstein. Így érdemes németül diktálni, mert így fogékony rá a hangya nép. A hangyaságnak a hallatlan nagy erényeiről és előnyeiről és a világot leigázó hatalmáról és erejéről tanúskodik ez a videóklip. Fogalmazhatunk úgy is, hogy egy hatalmas, nagyívű demonstráció a fasizmus mellett. Tehát a fasizmus erejét demonstrálja ez a videóklip, hogy az egyéni lét elvesztéséből milyen hallatlan, milyen hatalmas energiák szabadulhatnak fel. Tehát, hogy azt gondolom, és erre egyébként Adolf Hitler jött rá, talán nem először, de úgy, mint ő talán senki, amire Einstein jött rá a fizikában, arra valamire jött rá valószínűleg Hitler, vagy Hitlert megelőzően Nietzsche, a szociológiában, hogy ugye Einstein volt az, aki rájött arra, hogy ő számolta ki a kritikus tömeget, ami ahhoz volt szükséges, hogy meghasítsa az elemi anyagot, az elemi atomot az ember, és abból hallatlan energiák szabadultak fel. És hogy milyen elképesztő energiát tudnak felszabadulni abból, hogyha az egyén, megfosztjuk teljesen az egyéniségétől. Hitler ebben a tekintetben odáig ment el, hogy a Hitler hatalomra kerülését követően születő német generációt már gyakorlatilag nem is a szülei nevelték fel, hanem a párt és a Hitlerjugend vette kezelésbe. Hogy mondjuk az a komplet generáció felnő, azokból elképesztő emberek lettek volna. Tehát még sokkal elképesztőbb emberek lettek volna, mint amilyenek a Wehrmacht katonák, meg az SS katonák voltak. Tehát valakit a kezdetétől a párt nevel. Állítólag egyébként Kadhafinak volt egy ilyen női testőrsége, akik ténylegesen kisgyerekkoruktól kezdve az állam nevelt fel. És hát az úgy volt, hogy a lányokat a családok nem nagyon akarták vállalni, ezért és mivel tilos volt az abortusz, muszáj volt megszülni a gyereket, és aki nem akarta a lányát felnevelni, mert a lányok hagyományosan értéktelenebbek, mint a fiúk, nem csak a Líbiában vagy az arab országokban, ez egy elég általános tény. De történetesen Kadhafi is ezt meglátta. Ezért ezeket a lányokat elválasztották a szülőktől, a szülők ezért hálásak voltak természetesen. Ezeket a lányokat a párt nevelte fel, és ezekből lett Kadhafinak a személyes női testőrsége. Tehát, hogy Kadhafinak női testőrökre volt szüksége, hogy milyen perverz állatot, tehát, hogy így bármikor bármelyiket adott esetben meg is dughassa. És állítólag ezek tényleg úgy voltak kiképezve, hogy akire a vezér rámutatott, azt széttépték. Tehát, hogy ő bennük már nem működtek azok a gátlások, amelyek a szociális létezésből fakadnak, mert hogy nem volt szociális szférájuk, nem volt szociális tapasztalásuk. És ez a szuper állapota, ez a fokozhatatlan állapota a hangya létezésnek. Azt gondolom. Rammstein tud valamit, amit senki nem tud ennyire brutálisan, mint ahogy ők tudnak paráztatni, abban rettenetesen erősek. Azért kevés olyan produkció van, ami után az ember 3-4 napig még rémülettel gondol vissza arra, hogy mit is látott. És az a döbbenetes, ebben az egész klipben, itt azért se a képi világ, se a technikai megvalósítás nem indokolja azt, hogy az embernek lidérces álmai legyenek ezután a videóklip után. Ez nem ettől működik ennyire durván. Nyilván egyébként a gondolat se annyira, hát nem annyira olyan, inkább irodatlan lerágott csomó. Ortega Jugászékról kezdve mindenki kívülről tudja már a leckét, hogy a tömegember mekkora para, de akkor is azért látni a saját hangya természetünket, illetve látni azt a hihetetlen erőt, amit egy horda képvisel, és azt a hihetetlen reflektálatlanságot,
nekem mindig az az érzésem ilyenkor, hogy nekem biztos, hogy mélyebb lenne, mint a botnak egy ilyen helyzetben, és ez brutális tudni, hogy én nagyjából az egész felnőtt identitásomat avval töltöttem, hogy egyéniséget próbáljak magamból csinálni, vagy valami egyéniségre hasonlítót magamba fejleszteni, és erre inspirálni másokat. Addig ez evolúciósan nem egy annyira erős játék, sőt, ennél sokkal erősebb játék a tömegemberség, és brutális ereje van. Ettől kiben a víz, szerintem a Rammsteinnak ez volt a célja, és éppen azért viszi jól erre a gondolkodást, mert kiprovokálja belőled az ellenszenvet, a tehetetlen dühöt a tömeggel szemben. Hatalmas energiát rejlenek az egyéniség elvesztésében. Elemi energiák szabadulnak fel. Olyan energiák, amikhez máshogy nem férünk hozzá. Tehát azért hasonlítottam az atommag meghasításához, mert az ember nem is sejtette, mielőtt Einstein meg néhány kollégája meghasították az atomot, hogy milyen energiák rejlenek, tehát hogy milyen összetartó erő van az elemi anyagban, amit hogyha felszabadítunk, akkor micsoda energiák törnek fel. És ugyanezek az energiák megvannak a társadalomban is, csak ezek az egyéniségben vesznek el, vagy hogy fogalmazzak, hasznosulnak. És hogyha az egyéniségről lekerül ez a teher, vagy ez a nagy nyomás, vagy ez a kapacitás, akkor a kollektívában olyan elemi energiát tudnak felszabadulni, ami fölfoghatatlan. Bocsánat, mi kell hozzá? Tehát mi kell ahhoz, hogy a hangyák végezetet győzzenek? Mert ugye az elején nem áll annyira jól a széna. Mi kell hozzá? Mitől győznek? Egy vezér. Onnantól kezdve, hogy a vezér azt mondja, hogy támadunk, meg a lakzat, onnantól kezdve tudja a siker. Tehát önmagában nem elég azért hangyának lenni, kell hozzá a hangya vezér is. De nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy az embereknél már így van. Tehát nálunk már így van. Mi már nem tudnánk hangyák módjára működni, ezért nekünk kell a vezér. Nagyon érdekes, ahogyan ez működik például a halakról beszélt, a hangyakat lesz valami. Igen. Érdekes, ahogy ez a... Pedig nagyon fontos, ahogyan a halrajoknál zajlik ez. A halraj mindig együtt mozog. A rengeteg hal. Úgy, mintha egyetlen egy szervezet lenne. És kipróbálták azt tudósok, hogy az egyik halat halnak felnyitották a koponyáját, és kivették a fél agyát. Ez arra való, hogy többet tudjunk a halakról, meg a csoportról. Ezt az a hal is megértette, beleegyezett, és uszonyával alá firkált valamit, és aztán kivették a fél agyát. Akkor visszabocsátották a rajba, akkor azon vették észre, tehát először nyilván kipróbálták, hogy tud-e úszni, és hát nem tudott. Tehát hogy így az úszásnak nem nagyon lehet nevezni, hát így rángatózott össze-vissza. És berakták a... Hát így valamiféle úszást, hát nem mondanám így. Belerakták a harrajba, és az egész harraj úgy mozgott, ahogy ő. Tehát az egész harraj azonnal átvette az ő mozgását. És ebből az következik, hogy a rajban nincsen vezér. Tehát nincsen olyan, hogy vezér hal, akit a többiek követnek, hanem egy szerves egység a raj, és abban a pillanatban, hogy egy ilyen erős diszfunkció megjelenik a rajban, abban a pillanatban az egész komplet raj leképezi, mert gyakorlatilag arra van a raj kondicionálva, hogy egységesen mozogjon, hogy egységesen működjön. Akkor arra kérdés, hogy hol van a halraj szellem? Ha nem a halban, akkor valahol a halak között van valami szellemi közösség. Ne felejtsétek el, hogy ti is csoportok vagytok, akkor azt mondják, hogy én egy egyéniség vagyok, vagy azt mondjátok, hogy én egy egyéniség vagyok, akkor azért tudjátok, hogy ennek megvannak a határai ennek az egyéniségnek. Ti sejteknek az együttműködése vagytok, sejteknek a nagyon szigorú együttműködése, és azok a sejtek, azok szigorúan és pontosan csak azt csinálják, amit nekik ki kell csinálni, úgy, mint a hangyák, hangyaszorgalommal, szállítják az oxigént, védelmezik a szervezetedet, növesztik a hajadat, meg választják ki az alkoholt a véredből, stb. És bontják le az egyéb mérgeket a májadban, és így tovább. És hogyha valamelyik azt mondaná, hogy én egyéniség vagyok, én inkább a saját egyéniségemnek a kifejlesztésére törekszem, abból lesz a rák. Tehát azt hívják úgy, hogy ráksejt. Úgyhogy óvatosan, ahogyan mondjuk én egyébként csatlakoznék az én tanult kollégámhoz, és azt mondanám, hogy csak csínyán a kollektivizmussal, de azért kiegészíteném ezt azzal, hogy azért továbbra is csínyán az individualizmussal egyaránt. Az a volt, már nem tudom, hol olvastam, hogy az ilyen szektáknál úgy működik ez a dolog, legalábbis ez volt a feltételezés, hogy azért cserébe, mert te feladod a személyiségedet, meg is ez dobott bele a közösbe,
Ezért szemben vannak elvárások, és a szekták bukása az úgy jósolható, hogy amikor ez az elvárás nem teljesül, mondjuk vallási vagy... Szemúról kiderül, hogy mégsem hálóval fogja a lelkeket. Hát majd például kiderül a másfél millió dollárért elvégzett tanfolyamodról, hogy bocs, félreértelmeztük az a jó Errol Hubbardot, újra kéne kezdeni. A Jason Bean-nek félre ütlette legyen a játékból. No. És nagyon nehéz egyébként kiszállni egy ilyenből, amikor már beleraktál 15 évet az életedből. Mert miután már 15 éve folyamatosan be vagy a szettában. Igen, igen, tehát arról van szó, hogy mi a könnyebb. Azt mondani, hogy én a jó úton járok, és akkor belerakok még 15-öt. Vagy pedig azt mondani, hogy elbasztam az életemből 15 évet, de még van 15-20 évem élni, és akkor, elismerem, hogy az előző 15 évem az megy a szemétre. Ezt nagyon kevesen képesek megtenni. Tehát nagyon kevesen képesek. De nem is ilyen jelentőségű esetekben. Mondjuk valaki sokkal jobban lenne, ha szedni a gyógyszereit. De nem szedi a gyógyszereit, mert nem hisz benne. 15 éve nem szedi a gyógyszereit, 15 év után már nem fogja elkezdeni szedni a gyógyszereit. Hiába lenne jobban. Mert akkor el kéne ismernie, hogy 15 évig hiába szenvedett. És azt, hogy 15 kibaszott éven keresztül teljesen hiába szenvedtem, mert karnyújtásnyira volt a gyógyszer, de én nem vettem be, azt olyan kurva nehéz elismerni, hogy inkább még 15 év szenvedést rádobok, hogy fenntartsam azt az illúziót, hogy én ezt jogosan és jól és helyesen csinálom és élem az életemet. Ez a legszörnyűbb az emberi természetben. Sosem késő megtérni, csak az ember, ez egyébként szintiszta játékelmélet, nem akarja beáldozni azt, ami már amúgy is elmúlt, és amiért egyáltalán nem kár, egyszerűen csak egy beismerésre vagy attól, hogy megváltoztasd az életed, és a jövőben boldogabb legyél, de ezt a beismerést ezt nem bírod megtenni. Szóval gondolkoztam, hogy ez, meg el is fogadom, hogy ez kb. Így működhet ilyen szektáknál, de az az igazság, hogy nekem a személyes tapasztalatom pont ennek az ellenkezője. Én sok egy kommunikációs tréner meg tanácsadó voltam, nekem 3 évig az volt a munkám, jó hosszú, sok munkám, hogy embereket hallgattam beszélni, felvettem őket videókamerára, és elemeztem, hogy beszélnek. 3 év alatt nagyon-nagyon-nagyon különböző emberek jöttek oda, volt gazdag, volt szegény, volt hülye, volt okos, mindenféle jött. Egy dolog volt nagyon-nagyon jellemző, és számomra nagyon váratlan. Az emberek nagy részének a legfontosabb törekvése a kommunikációban, hogy ne állítsanak semmit. Ezt halkomja mondom. Mindent megtettek azért, hogy az az előadás, amit tartanak, annak semmilyen állítás tartalma ne legyen. Ha azt kérte valakit, hogy mondjál egyszerűen egy 3 perces előadást arról, hogy a dohányzás jó, vagy a dohányzás rossz, nekem tök mindegy, valamelyikről. Akkor azt tudira vehetett, hogy az előadás valami olyasmi lesz, hogy sokféle érvet lehetne felhozni amiatt, hogy miért kell leszokni, ugye? De hát valaki meg szereti, az a másik. És kész. És csak ugye ez így most komikai forrásnak eléggé soskabarés, de hogy viszont én meg elég sokat csináltam ezt, és kialakult egy mintázat. Hogy mi az a mintázat, amit követnek az emberek? És az a mintázat az, hogy az állítás elkerülése. Hogy valahogy kerül el az, hogy állítsanak valamit. Még a végén valaki megsértődik. Képzelj egy zárt tréning szobát. Meg egy full laboratóriumi helyzetet. Egy fizetett azért, hogy meg ne sértődjek. Na. És utána mindent megtesz azért, hogy ne állítson valamit. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy az emberek mindent elkövetnek azért, hogy nehogy egyéniségük legyen. És a legfontosabb kommunikációs, kognitív, társas, meg minden típusú tevékenység az arra irányul, hogy az egyéniségük vagy identitásuk, azt minden létező módon szétbarmolják, és pusztán azért, mert nagyon kínos lenne bizonyos helyzetekben felvállalni bizonyos dolgokat. De ezek általában apróságok, minden esetre macera, és ráadásul gondolkodni is kell hozzá, ami rohadt fárasztó, és sokkal egyszerűbb kész identitást vásárolni. Vagy a Nike-tól, Nike Woman vagyok, futtak, mint az állat, iPod van a fülembe, Margit-szigetre járok, rózsaszínbe, ez a feleségem megfejtése, de gyönyörű. Nézzétek meg, aki a Margit-szigeten van, 10 emberből 6 rózsaszín felsőt vesz fel, hihetetlen, nem hiszitek el, de nézzétek meg. Na,
energiáját lefoglalja az, hogy nehogy véletlenül egyéniségünk kialakulhassék. És az azért van, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz mentális feladat. Én azt gondolom, hogy például a rendszerváltást ott buktuk el, csak nagyon gyorsan, hogy nem akart ezt senki, mert az egyéniségek kellene, a demokrácia az egyéniségek, meg személyiségek kellene. És kiderült, hogy ez meló, és drágább lesz a sajtos fogi. És ez így már annyira nem díj. És nekem ez erről szól ez a klip, és azt gondolom, hogy nekem itt vannak a tanulságaim az ügyben. Azt hallottam valahol, és rögtön megfogadtam, hogy sose becsüljem túl az embereknek a értelmi képességeit, meg a stílus érzékét. Ezért aztán értsük jól, hogy nem megbántani akartam a hölgyeket azzal kapcsolatban, hogy kevesebbet érnek, mint az urak, ugye? Hanem arról van szó, hogy a földeken, meg a műhelyben kevésbé hasznosak gondolja ezt a líbiai férfi lakosság döntéshozó családfők többsége. Én. Ugyanannyit érnek a hölgyek is, sőt, bizonyos helyzetekben még többet. Mielőtt még bárki megsértődne és a jövő havi előadásukra nem jönne el a hölgyek közül, akiknek kezét nyalázatos csókolom. És hát talán ezekkel a szavakkal így 11 óra körül lassan el is búcsúzunk, és természetesen a következő alkalommal is várunk titeket szeretettel, amikor a továbbiakban is ismertetni fogjuk azokat a videóklipeket, amelyek a legkiválóbbak valaha. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és reméljük, hogy előtt tartotok a jövőben is. Még egy végszóra átadom a szót. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!